Míg 2019 őszén kezdődött el az a sorozat, amely a tervezett 2020 tavaszi befejezéshez képest a járványhelyzet miatt közel másfél évet csúszva ért véget Nyírbátorban. A szakképzési centrumok csapatai számára kiírt futszálbajnokság negyedik szezonjának több mint 160 együttes vágott neki, közülük a legjobb 12 jutott be a döntőbe. Mint a rendező Máté Szalkai szakképzési centrum kancellárja elmondta, ezek a találkozók a sport mellett a közösségformálásról is szólnak. Nyírbátori testnevelő kollégák fejéből pattant ki ez az ötlet 2016-ban, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megmutassuk magunkat, mint Máté Szalkai szakképzési centrum, mint Betlen Nyírbátor, ahhoz szükség van ilyen rendezvényekre. Ebből pedig az is következik, hogy az előző évek jelentkezései szinte ugrásszerűen nőttek, tehát ez a több mint 160 csapat azért úgy gondolom, hogy egészen komoly szám. És a történet lényege az, hogy olyan gyerekeknek, azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs lehetőségük a versenysportban komoly teljesítményt felmutatni, hogy legyen egy olyan tömegsport rendezvény, ahol nekik is van lehetőség nagy közönség előtt egy kicsit őrületes szurkolásban is részesülni. És az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a játék bár fontos, és a zajokból, az öregekből lehet hallani, hogy komolyan is veszik, de ennek a történetnek a legszebb pillanata az az eredményhirdetés és a zárónap, amikor már úgy köszönnek el egymástól, mint barátok, mint ismerősök. A döntőben először szerepelt a Veszprémi Ipari Technikum együttese, amelynek edzője szerint nagyon jó hangulatú rendezvényen képviselhették intézményüket. Veszprémiek vagyunk, nagyon jó futsal csapatunk van nekünk is, járnak ide, ugye ha jól tudom, a nyírgyulai csapat ellen játszani a veszprémiek. Meglátjuk. Igazából fociznak, a futsal az egy teljesen másik sportág, meglátjuk, hogy ez hogy fog nekik sikerülni. Sajnos nem jutottunk még el ide, nagyon örülök, hogy itt vagyunk. Hosszú évek óta járok ilyen országos versenyekre gyerekekkel, és meg kell mondanom, hogy nagyon örülök, hogy itt vagyunk. Tehát ennyire szívesen, ennyire kedvesen, így az első napok tapasztalatai alapján még sehol nem fogadtak bennünket. Úgyhogy egyelőre nagyon meg vagyunk elégedve, és remélem, hogy továbbra is így marad. Nyilván ez attól is függ, hogy hogyan fognak és milyen eredménnyel játszani a srácok. A veszprémiek végül a hatodik helyen zárták a döntőt. Az aranyérmet a budapesti Szili Kálmán Technikum csapata szerezte meg, a szegedi Déri Miksa Műszaki Technikum és a szolnoki Jendrasik György Gépipari Technikum együttese előtt. A 2021-22-es idén selejtezői már októberben elkezdődnek, a döntőt pedig jövő év tavaszán rendezik meg Nyírbátorban.